Amikor én Prohászka Csabával, a Tavas a kézlablakú bennökével beszélgetek, akkor ugyan a rá jellemző szerénységgel, de mindig nagy büszkeséggel beszél nekem három dologról. Az egyik az az utánpótlás nevelés Dabason, a másik a felnőtt férfi kézlabda csapat elmúlt évben elért sikerei, a harmadik pedig azok a játékosok, akik pályafutásuk során több más nagyobb magyar jellemzően nagyobb magyar klubokban szerepeltek, sőt a válogatottban is megfordultak, de pályafutásokat Dabason fejezték be. Én úgy gondoltam ma, hogy eljött az idő, hogy erről a három dologról a nézőknek is beszámoljunk. Akkor kezdjük először az utánpótlás nevelés Dabason. Hát utánpótlásnevelés um, utánpotlás nevelés Doboson, hál' Istennek van. Hál' Istennek egyre jobb. Ha a tavalyi évünket nézzük, akkor az utánpótlás nevelésben, ha csak az eredményeket ebben, e, kicsit számot vetünk még egyszer, akkor volt három országos döntős csapatunk, az azt jelenti, hogy, hogy ugye nyolc közé jutottak, az összes többi animában csapatunk 16-ba, ifistáink és pedig mindig a célcsoportban szerepelnek. Ugye ez az eredmény része. A másik része, ami szerintem sokkal fontosabb, hogy itt egyre több gyerek kezd el kézilabdázni Dabason. 130 igazott játékosunk van, akit versenyszerűen, versenyrendszerben kézilabdáztatunk, illetve az OVI-ban 40 pici gyerek pattogtatja labdát, a reméljük, hogy kézilabdás lesz a nagy részéből. És a harmadik dolog, ami nekem még szintén nagyon fontos, hogy alakulgat itt egy olyan közösség, ami a Dabas legnagyobb, és úgy gondolom a legösszetartóbb közösségévé nőtte ki magát. Egyre többen járnak a mérkőzéseinkre, és ez azért utánpótlás nevelés, mert a szülőket látjuk itt fönt a lelátón, és kezdi mindenki magáénak érezni egyrészt az egyesületet, másrészt ezt a, ezt a játékot, és a részt úgy gondolom, hogy otthonra talál itt a sportcsarnokba. És ezt még igazából folytatni szeretnénk tovább. Apropóján annak, hogy végre elbírálták a TAO nagy örömömre, ezen nagyon sokáig kilótunk, küzdködtünk, és nagyon sok mindent meg kellett mozgatni azért, hogy ezt a nagyon szép összeget, amit el is fogok árulni, természetesen megnyerjük. A pályázatunkról egy picit annyit, hogy a működésükön kívül nagyon sok mindent bele próbáltunk tenni, tehát próbáltunk előre lépni. Azt azért meg kellett értenünk, hogy ebből az igényeinkből vissza kell venni azért, mert egyrészt a keret véges, másrészt uh, szintén vannak országos szinten is olyan pártolandó projektek, amiben most mi nem fértünk bele. Konkrétan mi uh, kimaradt a pályázatunkból uh, egy 3D-s megjelenítő rendszer, ami ilyen taktikai jellemző uh, programot tartalmazott volna, ennek a szoftverét szerettük volna mi itt kifejleszteni, hardverekkel együtt, és ez sajnos kimaradt, illetve kimaradt egy kondicionáló terem, amit egy picit azért sajnálok, de úgy gondolom, hogy enélkül meg vagyunk, remélem ez is megvalósul, és ezek levonása után az Egyesületünk 95 millió forint taóra Tarthat jogot, ami úgy gondolom, hogy óriási előrelépés, és ezt mi természetesen befektetjük, és remélem, hogy mindenki azt fogja látni, hogy ez egy olyan tőke, ami később meg fog térülni. Ezt ugye csak és kizárólag az utánpótlás csapatok nevelésére, illetve az ő versenyeztetésére fordíthatjátok. Így van, ez több mindenből áll össze, edzők fizetése, ami egy kategória, amit az MKS határozott meg részünkre, vagyis hát egy ilyen toligot határozott meg, de úgy gondolom, hogy edzőink olyan eredményeket érnek el itt az elmúlt időben, hogy mi itt a maximumba pályáztunk és meg is kaptuk, úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert úgy gondolom kiemelkedő szakmai munkát azt egyrészt meg kell fizetni, másrészt edzőink úgy tudnak erre az időszakra koncentrálni és készülni, hogyha az egzisztenciájuk megvan. A sportcsarnok bérleti díj, bérlési díjára kell egy jelentős összeg, hiszen azt azért most már látszik, hogy itt tulajdonképpen a kézilabdán kívül nagyon más sportág van egy kicsi birkózásunk még a hátsó teremben, nem nagyon fér be. Tehát azt jelenti, hogy itt amikor a, a szabadidő elkezdődik, a egy órától, este 9 fél tízig, tízig, is csak a kézilabda pattog, és ez jelentős tétel, ugye a sportcsarnoknak van egy béleti díja, és ezt ki kell fizetni, hát ez, ez is több 10 millió forint ennek a béle, illetve ami még nagyon fontos, hogy el kell utaznunk, a buszra pályáztunk, aztán vannak hivatalos személyek, akik játékvezetők, gondolom, akiket ki kell fizetnünk. Tartalmaz még egy nagyon csekély edzőtáborosztatás felkészítést, ahova a legsikeresebb csapatainkat mindig meg el, el szoktuk vinni valahova jutalomként ajándékként, de azért ezt mm. hozzáteszem, nagyon komoly szakmai munka folyik, csak hát nem ebben a davasi környezetben. És illetve hát, egy nagy egyesület, ami szeretnénk válni, azért nem árt, ha egységes, és hát szerelés ruhára, labdára, ami azért ugye fogyó eszköz, erre fogjuk tudni költeni. Azért egy kis számítógépes elemző program mégis benne maradt, tehát maga a számítógép részét tudtuk vásárolni. Körülbelül ennyi a, ez a 95 millió forint. A következő nagyon fontos dolog a felnőtt férfi kézlabda csapat. Ugye itt hasonló a kérdésem a támogatás, illetve mik azok az eredmények, amelyek nagy büszkeséggel töltenek el téged is? Hát a felnőtt csapatunk az nyilvánvalóan itt évek óta az élmezőnyben van. Remélem most is ott végez. Van egy pici szívfájdalma, mert folyamatosan sérülések zavarnak meg bennünket, és ez nem történt másképpen az idén se. Ugye sajnos Burik Máté úgy tűnik, hogy most már nem tud visszatérni közénk, mert az a fajta sérülés, ami, ami neki volt, az hátráltatja a felkészülését, és úgy, úgy, látszik már, hogy sajnos abba hagyta az aktív kézilabdát. Én még azért bízom benne, hogy ezt átgondolja, de, de hát nyilván az egészség az fontosabb. Ugyanez van Szantófer Jánossal, aki, aki most már azért úgymond meghatározó játékosa lett csapatunknak, és egy nagyon szerencsétlen mozdulat következtében az utolsó héten itt a felkészülésben megsérült, ő nagyon-nagyon hiányzik. És hát most a héten a bal sérültek meg mindketten, tehát négy olyan ember van, aki hosszú, Hosszabb, rövidebb időszakra hmm. kiesett, de de hát ez, ezek a fiúk, ezek azért itt minden héten csodát követnek el, és óriás itt küzdve ö, ott vagyunk a szint az élmezőnyben, tehát első ötbe vagyunk ott folyamatosan pontszámot tekintve, és egy vereségünk volt, a többit nyertük, tehát így mi még nem kezdtünk évet, függetlenül a mege a nehézségeinkkel. Itt ugye nagyon sok nemzetközi mérkőzés van a Sportcsarnokban, te is a Magyar Olimpiai Bizottság tagja vagy, illetve tisztelők. Be. Más nagy kézlablaklubok, edzői, csapattagja járnak ide. Nekik mi a véleménye az itt folyó munkáról, természetesen az utánpótlás, illetve hát a felnőtt csapatnak a meneteléséről? Hát mindenki csak nagyon elismerően szól, és úgy gondolom ez nem csak a kötelező udvariasság. A részükről nyilván, ugye ez is benne van, de hát az ember ezekkel a szakemberekkel a napi kapcsolatban van, és én úgy gondolom, hogy egy Elegábornak az elismerő szavai az azért mindig komoly dolgok, tehát ő nem fogja nekünk csak azért mondani azt, hogy mi jók vagyunk, mert, mert hogy ő itt kézilap, de ezért ő nagyon őszint ember, és megmondaná, ha rossz úton járnánk, és rosszul gondolkodnánk. De akármelyik edzővel összefutok, illetve az edző továbbképzésen a, a, kollégáim az mind dicsérik azt, hogy itt, itt milyen kiemelkedő szakmai munka folyik, és öt év alatt tulajdonképpen hova jutottunk el nagyon tudatos építkezésben, valamint, ami még nagy büszkeség, Szilágyi Zoltán írt itt helyben egy utánpótlás képzésre szóló szakmai programot. Ez egy nagyon komoly munka, olyan nagyon komoly munka, hogy elismert licenszes MB1-es edzők veszik át, és, és alkalmazzák a saját utánpótlás nevelésükbe, Úgyhogy úgy gondolom, hogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és mindenki elismeri ezt a munkát, amit folyik nálunk a szakmai építkezésnek az is a része, hogy a felnőtt csapatból többen, gondolok itt Duleba Norbertre, az utánpótlás csapatban edzői pozíciót is betöltenek. Ez nekünk mindenféleképpen hosszú távú elképzelésünk, hiszen Annyit próbálok azért itt mindig mondani, hogy hozzánk nem mindenki kerülhet, főleg most már. Tehát mi megnézzük azt, akit mi szívesen látunk a csapatban és leigazolunk. Mi szeretnénk azt, hogy példaképek kézilabdáznának a gyerekeink előtt. És ezek a példaképek, akik megfelelő késztetést éreznek arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak, azt mi nagyon örömmel látjuk, úgyhogy nem csak Duleban Orbált, hanem például Horváth Ferenc is az utánpótlás csapatot, csapatainkat edzegeti, nevelgeti, Tomori Győzőről ugyanezt elmondhatom, és Józsa Máté is, aki szintén besegít ebbe a, ebbe a munkába, tehát ezek a gyerekek tényleg nagyon-nagyon jó kézilabdásoktól, és példaértékű sportemberektől tanultak nap, mint nap. Az utánpótlás edzőtől mindig megkérdezem, hogy Dabassról, illetve a térségről van-e honnan meríteni, illetve ők mindig elmondják, hogy van egy választó a 14 éves kor, illetve a 18 éves kor, amikor hát középiskola, illetve egyetem főiskolára, vagy elmennek dolgozni ezek a fiatalok. Mennyire maradnak ők itt, mennyire lehet őket itt megtartani? Esetleg vannak erre valamilyen lehetőségek, valamilyen célok. Hát összetett a történet, ugyanis uh, kezdjük azt, hogy 18 éves kor, ugye az az ifi uh, még junior lehet. Kiemelek most egy példa, például a Ronga Máté. Ronga Máté úgy uh, kézilabdázik itt nálunk most már három éve, hogy sajnos egy-két edzésre tud járni, ugyanis az egyetemi elfoglaltság ezt nem teszik lehetővé, hogy ő időben hazaérjen. Tehát sajnos hogy ennek a szintű sportágnak, sportolásnak biztos, hogy elveszítettük. Uh, ha ezt a három évet végig dolgozza meggyőződésem, hogy a felnőtt csapatunk meghatározó tagjává nőhette volna ki magát uh, ez időszakra már. Én ezt állítom, hogy a Máténak ott lett volna a helye már most a felnőtt csapatba. A 14 éves kor az egy más történet, ott ugye iskolaválasztás van, ez az egyik, tehát veszítünk el így is gyereket, de hát az, az iskolaválasztást azért említem, mert például speciális, speciális iskolák, tehát ha valaki egy faipar felé szeretne menni, akkor ezt itt a környéken nem fogja megtalálni, el fog menni azért az nagyon öm, hogy, hogy, a kézilabda is fontos szempont. Tehát, aki elmegy iskolába, úgy választott, hogy ott legyen neki tovább lépési lehetősége. Például a Lancsa Dávid, aki 14 évesen ment el tőlünk, az elment Szegedre, és a Szegeden a Pik Szegedbe kézilabdázik, és mellette tanul. Tehát nyilvánvalóan vannak ilyen speciális esetek. Azért úgy gondolom, hogy 18 éves korig a játékosaink nagy részét meg tudjuk tartani. Nyilván a kiemelkedő tehetségeinket mindenki viszi, amint megtörtént ezeken még nem nagyon tudunk versenyezni, csak akkor, ha mi tényleg bégyesek leszünk egyszer, mert akkor nyilvánvalóan a szülő is azt látja, hogy itt jó helyen van, itt fejlődni tud. Én nyilván azokat megértem, akik úgy gondolják, hogy a gyerekük többre hivatott, látva itt nevelkednek nagyon ügyes gyerekek, és azokat megmérettetnék egy nevesebb klubban is. Nyilván rosszul esik, de, de mindenkinek azt tudom mondani, hogy menjen, és akkor nagyon sok szerencsét kívánok neki. A harmadik dolog, amiről beszéltünk az elején, és amit téged szintén nagy büszkeséggel tölt azok a volt kézlabdázók, akik davasval vonultak vissza, és aki az Obo Arénába kilátogat, azt hiszem egy hete most már, nem is velük személyesen, de a fényképükkel, illetve egy tabló formájában a fényképükkel találkozhat is velük. Ez honnan van az ötlet, és mi is ez pontosan? Hát szerintem az régi adósságunk. Gondolkoztunk azon, hogy ezekről a játékosok én is meg kell emlékezni, és bennünket ez nagy büszkeséggel tölt el és hát ez az ötlet már régóta érlelődik, most azért uh, teljesedett ki, és azért látszanak ezek a fiúk, mert hát most már öten vannak. Tehát egy-kettőt nem nagyon szerettünk volna kirúgni, de ez öt, ez már viszonylag látványos, és hát ez mind az öt olyan uh, példaértékű sportember számunkra, akik szívesen járnak ide-vissza hozzánk, és akik nagyon-nagyon sokat lendítettek a, a csapat játékán, és emberileg is pont az, azt a kategóriát képviselik, amit uh, elmondtam és mindig szívesen emlegetik és emlékeznek vissza az itt eltöltött évekre, és a nem utolsó sorban tényleg próbáltuk azokat kiválasztani, akik valamilyen szintű válogatott korosztályos, felnőtt válogatott tagjai voltak. Mag Televízió Önökért vagyunk